Az erős ügyfélhitelesítés egy plusz biztonsági ellenőrző lépés a bankkártyás fizetések és az elektronikus fizetési műveletek során, amely azt biztosítja, hogy bárhol is történik a vásárlás, illetve a bankolás, csak a kártya használatára jogosult személy, vagyis a kártya birtokos hitelesíthesse a tranzakciót. A PSD2 irányelv az egy Európai Uniós irányelv, amelyet kötelező volt Magyarországon is alkalmazni, illetve bevezetni, amelynek alapvetően az a célja, hogy az elektronikus fizetések még biztonságosabbak legyenek. A jövőben úgy lesz, a bankok most kezdték el a kommunikációt az ügyfelek felé, hogy vagy azt a megoldást választják a bankok, hogy adnak a bankkártyákhoz kapcsolódóan egy statikus jelszót, ugyanúgy, mint amikor mi egy ATM-ből készpénzt veszünk fel, mondjuk, vagy pedig egy bontban vásárolunk, lesz egy PIN kódunk, amit meg kell adni, illetve lesz egy SMS kódunk, amit a telefonunkra meg fogunk kapni a banktól, és ez a kettő faktor együtt fogja hitelesíteni a tranzakciónkat, és ezen keresztül tudjuk mi elindítani azt a tranzakciót, amit korábban csak a bankkártyánkon lévő adatok alapján tudtunk megtenni. A fizetést jóváhagyó pénzügyi szolgáltatónak egyértelműen azonosítania kell a fizetést vagy a banki műveletet kezdeményező szemét. Háromféle alkalmazható módszer választható, jelszó, SMS kód, vagy a kártyabirtokos biológiai tulajdonságain alapuló biometrikus azonosítás, azaz az új lenyomat vagy az arcfelismerés. Az nagyon fontos tudni, hogy a bankok több megoldással készülnek. Tehát vannak olyan bankok, akik a úgynevezett fiatalabb korosztályra lőnek, akiknek mobil eszközük van, amely okostelefon és alkalmas biometrikus azonosításra, arcfelismerésre vagy újranyomatra, de ugyanakkor szinte minden bank készül egy olyan megoldással is, amellyel el tudnak érni olyan fogyasztókat is, meg ügyfeleket is, akik nem rendelkeznek ilyen okostelefonnal. Tehát ő esetükben, ahogy említettem volt, vagy kapnak egy statikus jelszót, és mellette egy SMS-t, illetve van egy másik megoldás, és ezt úgynevezett tokennek hívják, hogy kapnak az ügyfelek egy kis eszközt, és az azon lévő számot vagy pedig kódot kell megadniuk, és azzal hitelesítik a tranzakciót. Azoknál a kereskedőknél, ahol jelenleg egyáltalán nincsen ügyfélhitelesítés, a kereskedőnek gondoskodniuk kell annak időben történő megvalósításáról. Ebből adódóan további feladataik vannak, amiket el kell végezni, hiszen ha az elmarad, akkor az ügyfeleik elutasított fizetési műveletekkel szembesülhetnek az e-kereskedelmi szolgáltatások igénybevételei során.